ről ijesztét képviselem itt. Egy pillanat, közben elkezdődött a felvétel. Tehát az ISZT részéről az úgynevezett Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi Bizottságnak vagyok a vezetője, mely ezt a rendezvényt kezdeményezte. Itt az első szlájdunkon, remélem a szlájdot is látja mindenki. Nem kaptam visszajelzést, de Remélem, hogy látható. Köszönöm szépen. Tehát ezeket a technikai, egy-két technikai kérdés már is jelentkezett, hogy a Zoomhoz magyar leírás sajnos nem elérhető. Eddig erre nem volt igény, de rögzítettük az igényt, és amik most felmerülnek majd kérdések, azt egyrészt a Zoom chatbe kérném, hogy mindenki küldje el, ami aktuális kérdés, illetve egy pillanat lapozok, itt van egy oldalunk, a kérdések 2022 kukat szakadályok nélkül.hu e-mail címre lehet bármilyen az előadásokkal, rendezvények kapcsolatos kérdéseket küldeni, de ami gyors reakciót igényel, azt mindenképpen a Zoom chatbe kérnénk elküldeni. Az első szájdunkon a szervezők szerepelnek, az internetszolgáltatók tanácsa, a szaki és a kettőjük közös intézménye, a Huncert, a főszervező. Maga a rendezvényt azt a Baráthegyi Vakvezető Kutya és az Integrity Kft. ügyvezetői találkozása iniciálta abba az irányba, hogy a HUNCERT-el Olmos Pállal már tervezgettük, hogy hátrányos helyzetű emberek és az internet, internet biztonsága témában indítunk workshopokat, majd mivel ez nagyon-nagyon tág és nehezen megfogható ö, csoportokat fed, ezért ö, leszükítettük, és végül is ezzel a beszélgetés, amit említettem, arra jutottunk, hogy a látásérült emberek világa, internet használata, informatika használata irányába megyünk el, és jó pár más szervező társszervező csatlakozott még a rendezvényünkhez, illetve a szponzorok. Az akadályok nélkül.hu weboldalon, egy pillanat, tehát itt az akadályok nélkül.hu weboldalon látható további információ, illetve a programok. Tehát ezt a webcímet kérem, majd mindenki nézze meg, aki még nem ismeri, itt több információt majd megtalál. A legfontosabb, a kezdeném, kinek szól ez a rendezvény, egyszerű és rövid a válasz mindenki számára. Bár az informatikára fókuszálunk, itt nem csak informatikusok, és bár a látásérültek, rátásérült emberek vannak most a fókuszunkba. itt az éplátásúaknak szólunk elsősorban, hogy meg, hogy ismerjék meg a látásérültek világát, hogy tudnak segíteni, hogy tudnak munkatársakat integrálni, hogy tudnak munkatársakat látássérült látásérült munkatársakkal együtt dolgozni, milyen lehetőségek vannak, látásérült ügyfelek kiszolgálása a szolgáltatóknak nagyon fontos, de remélhetőleg látásérült emberek számára is élvezhető és hasznos lesz az előadásunk. Tehát egy szóval mindenkinek szól. Az IST huncertes workshopok jellemzője, hogy online közvetített, és bárki számára ingyenesen elérhető. Hagyományosan ta, ö, az IST és a Huncert közösen eh, ismer, eh, szakmai workshopokat, illetve szűkebb szakmai a saját szakterületén tart eh, ismeretterjesztő workshopokat. Most egy kicsit általánosabb vizekre vesztünk, levesztünk. és a eh, fogyatékossággal élő emberek és az internet kapcsolata, illetve általában a fogyatékossággal élők megsegítése, illetve bemutatása, a célunk ennek az ismeretterjesztő előadásoknak, vagy előprogramnak. Az előadás anyagok jellemzően általában az IST Huncert és a mostani előadások szabadon elérhetők, tehát a prezentációk, és az előadásokról felvétel készül a több előadók többsége, vagy talán mindannyian hozzá fognak járulni, vagy hozzájárultak már, hogy az előadások nyilvánosan elérhetőek lesznek, úgyhogy akkor az előadás hangfelvételeit is közzétesszük. Az akadályok nélküli programról szeretnék pár szót beszélni. A program sok elemből áll. Az egyik, tehát az első eleme, hogy az IST egy diákpályázatot indított, ami most még nem nagy hírveréssel indult, de ezt a diákpályázatot majd folytatjuk, még erről lesz pár szó. Minden esetre ez a diákpályázatnak az eredményét is ma kihirdetjük a rendezvényünk végén. Jelen állomásunk a program. Másik fő eleme, ez a jelenlegi mai online workshop, amit most kezdtünk meg, és ennek a, éppen a köszöntőjénél tartunk. Majd egy fontos rendezvény, esemény lesz, egy szabadidős nap, ami családoknak, nem csak családosoknak, bárkinek szóló szintén rendezvény lesz, ahol a látásérült, illetve fogyatékkal, fogyatékossággal élő emberek életébe akarunk egy kis betekintést nyújtani. Ez érzékenyítő program, és sporter is csatlakoznak, például csörgőlabda bajnokság. Ez Székesfehérváron lesz helyszínen, szintén ingyenes, bárki által nyitott bár lehetőség szerint kérjük, hogy regisztráljanak, hogy lássuk, hogy kikere számíthatunk. Ez a szabadidős rendezvény nem kell, hogy megijeszen épp embereket, akiknek nincsenek a látásérült emberekkel, vagy fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolataik. A tipikus tapasztalat az, hogy akik ilyen rendezvényre eljönnek, épp egészséges emberek, azok a, a, azzal a tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodnak és jól érzik magukat. Maga ez a rendezvényhez csatlakozik egy onnyá, online gyorstalpaló, amely a segítők számára, ha nem is sokat jelent, de röviden bemutatjuk azt online tanfolyam keretében, hogy amennyiben ez három tanórába meg lehet tenni, hogy hogyan viselkedjünk és hogyan ne viselkedjünk látásérült emberek társainkkal ez is mindegyik rendezvény, tehát bárki számára elérhető lesz. Majd egy online akadálymentesítési mini tanfolyamot állítunk össze, ennek folyamatban van. Ez egy egy délutános online tanfolyam lesz, ez szolgáltatóknak, informatikusoknak szól, bárki, aki online akadálymentesítéssel még ismerkedik, és nem alapvetően professzionális a területen, azoknak szóló, ez ismételten megtartott tanfolyam lesz. Lényegében egy konzerv tanfolyam lesz, amit újra és újra megtarthatunk, és bárki más is átveheti ezt a tanfolyamnak az anyagát, és akár vállalaton belül, vagy szervezeten belül, vagy másoknak ingyen megtarthatja. Készülnek tájékoztató anyagok, ezt az akadályok nélkül honlapon fölkerülnek újabb és újabb tájékoztató anyagok. Ezek közül remélem, hogy értékes anyagok is készülnek, és elkezdtünk egy koordinációt, fejlesztést, akadálymentesítések iniciálását, elsősorban házon Belül, tehát az IST, internet szolgáltatók tanácsa tagjai, a Stakin, a .hu regisztrációk regisztrátorok körében, de egy kicsit általánosabb körben is, és a saját házunk táján is szétnézve látjuk, bőven van mit tenni. Azonnal nem is tudtunk nagyon sok minden megoldást tenni, de legalább megindultak a dolgok, és belátható időn belül lépéseket teszünk, hogy mint internet szolgáltató vagy a szolgáltatók körében akadály Mentesebbek legyenek a weboldalak, akadálymentesebb legyen az online ügyintézés, online alkalmazásaink, úgyhogy erre további lépéseket teszünk. További rendezvényeket is tartunk, aminek nincs szoros köze a akadályok nélküli programhoz. Annyiban mégis van, hogy a következő rendezvényeinken, amiket itt felsoroltam, mindegyiken lesz legalább egy előadás, amiben a fogyatékossággal élő emberek és informatika kapcsolatát érinteni fogjuk, és ez a program a következő évben, és remélem a következő években is folytatódik. Idén a látássérült emberekre fókuszálunk, de jövőre valószínűleg egy másik célcsoportra fogunk fókuszálni, de nem hagyjuk a látásérülteket annyiba, hogy idén foglalkoztunk vele, és jövőre már nem foglalkozunk. Továbbiakban is minden, akivel foglalkoztunk, azokkal komolyan szeretnénk foglalkozni. Tehát lényegében egy összetett programról van szó, aminek most egy fő állomásánál ennél az online ismeretterjesztő workshopon vagyunk, és már is több mint 80 vagyunk bejelentkezve, ahogy látom, úgyhogy. Örömteli a szám az érdeklődés. Néhány fontos információt, tehát az akadélyak nélküli honlap itt, ugye erre fölhívtam a figyelmet, maga az előadások fölkerülnek a, erre a honlapra, és a kérdéseket itt tehetjük föl. Fontos, hogy a prezentáció anyagainak a licensze feltételei azok szabadok, nem csak az enyém, mások is viszonylag szabad, tehát legalább ilyen szabad licensz feltételekkel, tehát nevez meg és így ad tovább, vagy akár ennél is szabadabb licensz feltételekkel kerülnek ki, és az előadás sok nagy része, vagy talán mindegyike szintén szabadon elérhető lesz, és szabadon felhasználható lesz ezek az előadások. Egy érdekes kérdés, inkább költői kérdés, miért is nem akadálymentesített a prezentációm? Röviden úgy válaszolnék, hogy azért nem, mert én nem vagyok akadálymentesítési szakember, és. Nem is tudom, hogy hogy kéne igazán jól akadálymentesített előadást készíteni. Viszont egy vak informatikussal, a baráthegyi Vakvezető Kutya iskolával konzultáltam, és részbe átnézte az anyagot, részbe átfutottuk az anyagot, és azt mondta, hogy ha a szóbeli, szöveggel együtt, ez legalábbis számára, mint vakember számára érthető lesz. Hogy miért nem akadálymentesített ezt a kérdése, érdemes, javaslom, gondolkozzanak el a résztvevők, hogy miért is nehéz akadálymentesíteni. Hát itt rögtön egy képet látunk, és rögtön látjuk ugye már ennek is az akadálymentesítési nehézségeit. És elérkeztünk egy fontos kérdéshez, az akadályok kérdéséhez. A Fogyatékossággal élő emberek számos akadályba ütköznek a mindennapi életbe, de nem csak a fogyatékossággal élők, hanem akiknek kisebb fogyatékosságai vannak, tehát mondjuk egy öregszeműség, egy rövidlátás, egy diszlexia, ami még hivatalosan nem számít fogyatékossággal élő embernek, tehát jogi értelemben, már ők is nagyon sok akadályba ütköznek. Igazából az akadályokba ütköznek az idős emberek internet használattal, illetve hát a mindennapi életbe a korlát jól mutatja is a lépcső, hogy ez mindenkinek akadályt jelent. És hogyha megnézzük, egy jól kivitelezett lépcső van itt a képen, és egy jó egy jó kéztartó van végig vezetve, de itt is látszik, hogy van egy kis hiátus, egy kis hézag a korlát között, ami általában viszonylag jól leközelhető egy látóembernek könnyen, és valószínűleg egy vakember is könnyen megtalálja a folyamatosságot, de bármibe ez a korlát sérül, bármi, történik, már is nehézségbe ütközünk. Nézzük ezt az analógiát, a korlátok analógiáját, egy kicsit itt a baloldali képet. Itt egy kéztartó nagyon szépen végig van vezetve, és van egy korlát, ugye a biztonsági korlát. A korlátok azok mindig kényelmetlenséggel járnak, de szükségük is van a biztonságra, viszont ez a kéztartó, hogyha nem folyamatosan van kivitelezve, akkor bizony nehéz eltalálni rajta, akár sötétben, akár vakon, akár ugye egy vakembernek ezen eltalálni, de a, minden ilyen korlát és minden akadálymentesítés sajnos nem lesz tökéletes. Tehát vannak, akiknek akárhogy is csináljuk, nem tudunk tökéletesek lenni. Egy kis rövid anekdotát mesélek el. Miskolcon jártam ősszel a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolának, és a ő szívességükből fiammal jártam ott, és egy 20-20 perces bemutatót tartottak nekünk, ahol vakvezető kutyával, bekötött szemmel vakon, egy épületből elindulva, egy utcán, közlekedési lámpákon, különféle közlekedési helyzeteken, vakon, vakvezető kutyás segítségével sétáltunk. Volt kísérő is, tehát a sétába, tehát még instrukciókat is kaptunk. Majd Rögtön az út elején egy lépcsőzértünk, aminek volt lépcsőfordulója, és a lépcső a kéz, kézvezető korlát az nem csak, hogy rosszul volt kivitelezve, hanem el volt korrodálva, és erősen tapogatva, hát nem volt könnyű megtalálni, hogy hol a folytatása. Tehát itt a jobb oldalon, hogyha látunk egy, ugye ezt a jobb oldali képet nézzük, látunk egy viszonylag gyengén kivitelezett korlátot. Ami ugye egy ipari környezetben talán biztonságos, ha itt gyerekek előfordulnak, már is nem biztonságos a korlát. De a legrosszabb dolog, hogy ez a korlát le van szakadva, nem tartották karban. Tehát hiába építették ki ezt a korlátot, karbantartás is fontos, és ugye amíg egy jó látó ember világosba ezt a korlátot észreveszi, hogy ott van, és megvédi, egy vakember száma ez a korlát akár komoly balesethez vezethet. Ez a korlátok, mint analógia általában a fizikai analogiák jó vezető és jó kiindulási pont, ha informatikába gondolkodunk. Az informatika nagy szerepet játszik a fogyatékossággal élő emberek, különösen látásérült emberek számára. Nagyon sokat nyújt. A okostelefon egy olyan eszköz, de maga az internet is, amivel a látássérült emberek közelebb kerülnek a látók képességeihez. Ugyanakkor hiába vannak az informatikai eszközök, sajnos a hátrányal élők azok kevésbé tudják ezt igénybe venni, akár anyagi, akár másokokból, akár segítők hiánya. Tehát az informatikai szolgáltatásokhoz való hozzájutásba is a hátrányosak hátrány szenvednek. És az informatikai eszközök és szolgáltatások igénybevétele során sajnos újabb és újabb akadályok merülnek föl, ezek részben a tudatlanság, részben a technika fejletlensége, részben az emberi nemtörődőség és ezer más okokból, amilyennek a mi előadásaink is, illetve az akadályok nélküli programnak is az a szerepe, hogy ezeket az akadályokat segítsük leküzdeni. Mi messziről jöttünk, nem a látásérült emberek világával foglalkozunk az internet szolgáltatókba és a szakiba, de találkozunk ügyfelekkel, munkatársakkal, ismerősökkel, akik látásérültek vagy más fogyatékossággal élők, és úgy gondolom, hogy mint kívülálló, bizonyos króhót tudunk behozni a látásérült és a más fogyatékossággal élő emberek világába, segítségébe, informatikába, tehát remélem, hogy hasznos lesz a mi szerepünk, mint kívülálló, de nem látásérült szakemberként, hogy bekapcsolódtunk. Tapasztalható nagyon sokszor, hogy az éppen emberek számára jobb megoldások, a fogyatékkal elő emberek számára is jobb megoldást jelentenek. Tehát nem csak azt jelenti, hogy akadálymentesítünk, hanem egyszerűen jobb megoldásokat alkalmazunk, például egy érthetőbb weboldalt csinálunk, egy jobban felépített, áttekinthető weboldalt, ami az éppen ember számára jobb, az a fogyatékkal elő számára akár sokkal jobb megoldás jelent, és fordítva, ami fogyatékossággal élő emberek számára akadálymentesített oldal, akadálymentesített megoldások, alkalmazások, azok jobbak lehetnek az épp emberek számára is. A szervezők az informatikai biztonság irányából jöttek, ennek az akadályok nélküli program szervezői, egyrészt az IST Hálózatvédelmi és Adatvédelmi Bizottsága, másrészt a HUNCERT is, egy Computer Emergency Response Team, és azt láttuk, hogy a hátrányos helyzetű, valami fogyatékossággal elő emberek fokozottan hátrányba vannak, a internet használatnál. Gondoljunk csak mondjuk arra, hogy egy phishing levelet vagy üzenetet kap egy vakember, mennyivel nehezebb beazonosítani, hogy ez valóban egy phishing, vagy pedig egy valódi, reális, hasznos üzenetről van szó. És pár kellemetlenség az informatika világából, a kepségre gondoljunk, amit sokszor egyrészt rossz kepséget alkalmazunk, és nehézségeket ütközünk, másrészt a képség valójában ideje múlt megoldások, most ezt nem nagyon részletezem. Egy másik bosszantó dolog, mindenki számára bosszantók a süti figyelmeztetések. Én egyenesen az emberi butaság megnyilvánulásának tekintem a süti figyelmeztetést, és jogi indokoltságát se tudom elfogadni, de a süti figyelmeztetések látássérült emberek számára egy, nem csak, hogy egy bosszúságot okoznak, hanem akár egy áthatatlan akadályt, és a kepcsék is nagyon sokszor áthatatlan akadályként jelentkeznek. Nagyon sok más példát lehet mondani, és a mai előadásokon sok mindent fogunk hallani. Egy kis más kitekintés a Braille írásról, egy kis bemutatóra szeretném fölhívni a figyelmet. A Baráthegyi Kutya részéről, Vakvezető Kutya Iskola részéről Vida Zoltán, aki informatikus és született vak, tehát vak informatikus, csinált egy kis bemutatót, és ezt nemrég én élőbe, amikor először találkoztam vele, már telefonon ismertem régebről, mikor először találkoztam vele, egy kis bemutató futottunk össze, és bemutatta, hogy vakon, hogy gépel Braille írással okostelefonon. A Braille írás valószínű ismerős a nem látásérültek számára, informatikusoknak is tanítják a Braille A Braille megelőzte pár évvel a Morze kód megjelenését, és a brailírásnak is volt elődje. A tipikus brailleírás az egy ilyen 6x3 pontos mátrixból álló, ahol a jeleket elhelyezzük, és itt látjuk, itt a Wikipédiából idéztem. Mindenképpen érdemes egy kicsit megismerkedni ezzel az írással, hogy működik, ha valaki nem is ismeri. Minden esetre, ha gépelni azt szeretnénk, ugye, akkor 6 ponton tudunk hivatkozni. Tehát az okos telefonon, bizonyos pontokon, kétszer-három újjal egy vakember tud gépelni és bevinni brálírást. Brálírással egyébként a vak emberek egy töredéke ismeri a írást, és azoknak is csak egy töredéke képes hatékonyan használni, akár olvasásra, akár adatbevitelre a brálírás, de itt a majd az említett videóban látszik. Amikor egy vakember használja okostele, az okostelefont, rendszerint lesötétíti az okostelefon képernyőjét. Egyrészt nem kell, hogy információ szivárogjon, másrészt nem kell, hogy áramot fogyasszon, de itt a látvány kedvéért be van mutatva, hogy itt a három ujjal hogy érjük el a képernyőt, és itt van Vide Zoltánnak a bemutatója. Itt kérem a segítséget Ormos Párt vagy Bence Zoltán kollégámat, hogy a cseten ezt a két URL-t küldjék el a résztvevőknek, és javaslom, hogy nézzék meg, hogy milyen brilliánsan tudnak vak emberek alkalmazkodni a vakságukhoz, és gyakorlatban Vida gyorsabban tud gépen inputot bevinni ilyen módon, mint ahogy én tudok gépelni okostelefonon. Én általában normál számítógépen szoktam billentyűzettel gépelni, okostelefonon nem vagyok valami gyors. Mindenesetre esetre Vida Zoltán úgy gépel, mintha hogy én egy desktopon gépelnék vakon tíz Úgyhogy ezt elküldjük Zoom-on ezt a linket, és akkor ezt a szünetbe, vagy később az előadás végén javaslom mindenki tekintse meg, és ez fönn is van az akadályok nélkül küli oldalon. Egyébként interneten is lehet hasonló videókat találni. Itt ez viszont magyarul van, tehát ennek az a plusz értéke van. Egy kvízjátékot terveztünk a rendezvény végére itt van egy kis technikai malőr, majd Bence Zoltán kollégám tájékoztatja a közönséget, hogy igazából mi is lesz ezzel a kvízjátékkal, hogy meg tudjuk-e tartani vagy nem. Ezt most én átugranám, és a rendezvény végén fogjuk hirdetni a diákpályázat eredményét, és akkor én Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes további napot kívánok. Remélem az én bevezetőmnél, ami formai kötelezettségekkel is járt, sokkal érdekesebb és élvezetesebb előadásokat fognak hallgatni. És a következő egy kis bemutató, pár perces bemutató lesz videó bemutató a fogyatékosság ügy helyes szóhasználatáról a Magyar Újságírók Szövetsége részéről. Ezt videón, zoomon keresztül én nem tudom ezeket a videókat jó minőségbe bejátszani, tehát ezt majd most megnézhetjük, mikor folytatódik a program, és fölkérném Ormos Pált, hogy vegye át a levezető elnök szerepét, és akkor szóljon hozzá, és a cseten remélem, hogy közben már el is küldték ezt a két egy pillanat, ha még nem küldték el, akkor